magasabb fokát jelenti, aztán megint összetolom, aztán megint szét, aztán megint össze, aztán megint szét, és tízszer, legalább tízszer színházat játszom minden délelőtt! Micsoda élet! Micsoda élet! A legújabb Padlás Színházi előadás a Műselyemlány főhőse, Doris a csinos fiatal gépírónő, aki titokban naplót ír és nem éri be a kisvárosi létnyújtotta lehetőségekkel. Hirtelen döntéstől vezérelve elemel a színházi ruhatárból egy méregdrága bundát, és ezzel kezdetét veszi a szenvedélyes, kétségbeesett álmok futása a börtön elől, a nagy nővévállás irányába, meg sem áll Berlinig. A külsőségek alapján fogja meg a dolgokat. Neki a csillogás, a szép ruha jelenti a jó életet. Ugye abban az időszakban, a háború után, és közeledik a második világháború, óriási nagy szegénység volt. És ő egy szép kislány, aki azt gondolja, hogy majd a szépségével eléri azt, amit szeretne. Nagy nő akar lenni. Nem, tehát ugye amelyik társadalmi osztályból jön, ott nem lehet azt mondani, hogy tiszteletre méltó az ő családja, hanem a mélyről jött, és ő föl szeretné magát tornázni, de azt gondolja, hogy ez elég az ő szépsége és külleme. A Műselyem lánya múlt század 30-as éveibe vezet el bennünket. A történetet sanzonok és kuplék színesítik. A kitűnő előadást korábban két alkalommal láthatta a közönség a Kisfaludi teremben. A teátrum a következő évadban többször tűzi műsorára a Padlás térben. Az Imgard Kohn regényéből készült színpadi változatot Ungvár István rendezte, az előadás zenei vezetője Kertes Anna. Színház külső szem nélkül nem létezik, ez ugye a rendező, valamint a közönség. Tehát egy előadást ez testesít meg, nem csak a színész, hanem a rendezővel együtt, és aztán a közönséggel együtt lesz belőle egy valami. És mindenképp tudtam, hogy a Pimpit fogom itt megkérni Győrben, mert kiváló színésznek tartom, és jó barátom is volt már akkor is. Aztán ez még csak erősödött, lehet azt mondani, a munka folyamán. És akkor megkértem, hogy üljön be, legyen olyan szíves, és segítsen nekem, nézze kintről, hogy mi az, ami még nagyon szükségeltetik meg kell. Hát aztán rengeteget tett hozzá. Tehát mondhatni, hogy megvolt az 50%-a a darabnak úgy, hogy meghúztam, kitaláltam, ugye sanzonokat tettem bele, ez nagyon fontos volt, hogy zenéket szerettem volna, hogy a néző akkor is egy kicsit tudjon fellélegezni, vagy kapjon esetleg más dolgot is. És akkor Pimpi még utána szintén olvasta is a művet, még belehúzogatott egy-két dolgot, így lett teljesen kerekt és kompakt az egész. A szerzőnő saját karaktereit használja fel a kortársadalmi problémáinak kiemelésére és kritikájára. Igazi női darabról van szó, Doris történetén keresztül beszél a nők botlásairól, romantikus álmodozásaikról, humorral és öniróniával átszőve. A monodrámát kedd este 7:30-kor láthatjuk a Padlás Színházban.